Bihari János táncegyüttes. Az együttest 1954-ben alapította Novák Ferenc, a magyar néptáncművészet kiemelkedő egyénisége. 200 tagú művészeti iskolájával a társulat mesterük, majd későbbi vezetőik Foltin Jolán és Neuwirth Anna Mária elképzeléseit megvalósítva a kezdetektől a néphagyományok tiszteletére, a néptánckincs korszerű színpadi megjelenítésére neveli táncosait. Számos külföldi és hazai fesztivál díjazottjaiként valamennyien hisznek a folyamatos, magas színvonalú művészeti munkában, a mindenkori közösség megtartó erejében. Halmos Béla, táncházzenész. 1970-ben a TV Röpüly Páva népdalversenyén gitáros énekes. A Sebő Együttes alapító tagja, a Kalamajka Együttes hegedűse. A táncház mozgalom egyik elindítója, első prímása. Népzenekutató, elkészítette az első zenekari monográfiát, a zenetudományok kandidátusa. Népzeneoktató több száz hazai és külföldi tanítvánnyal. Részt vett a népzeneoktatás megszervezésében, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára. Hanglemezek, tévéműsorok és filmek szereplője, szerkesztője, zenei rendezője. Létrehozta a Táncház archívumot. Gyulaváros díszpolgára, munkásságát Magyar Örökség díjjal is elismerték. Szerelmes földrajz. E rendhagyó portréfilmsorozat 2004 óta a Duna Televízió egyik legnépszerűbb műsora. Epizódjaiban ismert, vagy a nagy közönség számára éppen kevéssé ismert közéleti személyiségek, művészek, tudósok, írók, sportolók mutatják be szívükhöz közel álló tájukat, városukat, városrészüket, kerületüket. E személyes táj és város bemutatás közben múltjukkal, jelenükkel, hitvallásukkal ismerkedhetünk meg. A 120. adásánál járó sorozatban szerepelt Lázár Ervin, Törőcsik Mari, Grosics Gyula, csak hogy néhány nevet említsünk. A műsort Bartók Béla emlékdíjjal és Kamera Hungária díjjal is elismerték. Mielőtt megtudjuk, ki a legjobb a legjobbak között a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában 2012-ben, idézzük fel a korábbi díjazottakat. Prima Primissima díjat kapott 2003-ban Sebestyén Márta énekes, 2004-ben a Kaláka Együttes, 2005-ben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2006-ban a Csillagszemű Gyermek Tánc Együttes, 2007-ben Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, író, 2008-ban a Muzsikás Együttes, 2009-ben a Nemzeti Táncszínház, 2010-ben a Csík Zenekar, 2011-ben a Honvéd Együttes. Jubileumi Prima Primissima díjat kapott 2007-ben Novák Ferenc koreográfus. Megkérem Gattyán Györgyöt, a Magyar Népművészet és Közművelődés kategória junior prima díjának társ alapítóját, a Dockler Holding tulajdonosát, hogy fáradjon ki a színpadra, és árulja el nekünk, hogy kinyeri a Prima Primissima díjat 2012-ben. Szép jó estét kívánok! A Prima Primissima díjat nyerte a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Bihari János táncegyüttes.
díjat átveszi Boros Sándor ügyvezető és Neuwirth Anna Mária művészeti vezető. Köszönjük a díjat, nagy boldogság ez számunkra, és az öröm első pillanataiba engedjék meg, hogy megköszönjem Novák Ferenc alapítónak, Folti Jolánnak, Neuwirth Anna Máriának, a biharis táncosoknak, szülőknek, az együttessel dolgozóknak, hogy létezik a bihari. Aki 1954-től hozzánk jött, láthatott ifjút, gyereket, ki az együttesben nevelődött, ki eztán tér be a táncosok mellett, láthat majd meseszép paripát, ki nagy becsben lesz tartva, mivel létünknek most ő az alapja. Köszönjük, hogy a bihariba jöhetett. A Prima díjak átadása következik. Kérem a két díjazottat, Halmos Bélát és a Szerelmes Földrajz című műsor producer főszerkesztőjét, Hollós Lászlót, hogy fáradjon a színpadra. Akik pedig a díjakat átadják, Túri Dénes, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség alelnöke, és Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazgatója.